Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és most, hogy megtelt az internet titánokkal, akkor hozok én is egy titánt. Hát gyerekek, marha jó játékot fogtok látni, mármint hát jó, szórakoztatok, komolyan mondom, tehát lehet, hogy nem játszotta a játékkal, vagy lehet, hogy nem veszed meg a játékot, vagy csak nézni fogod YouTube-on, de nézni is jó lesz. És tényleg, szóval olyan jelenetek vannak benne, hogy jól néz ki az egész, jó hatást kelt, és igen, ekkörül szeretném megközelíteni egy kicsit a játékot, hogyha már egy kisebb véleményt kellene róla formálni, hogy a játék játszva is jó hatást kelt, vagyis hogy megjutalmaz rendesen, és amint látjátok, azért ugye tudjátok már nagyon sokan, hogy botok is vannak a játékban, 6v6 folyik a játék, jelenleg ez egy TDM, a Domination, illetve Last Titan érhetői még el a bétában, két pálya keretében. Ugye amint látjátok, emberek és vannak botok is, és pont a botok azok, amelyek annyira megsűrítik a terepet, hogy jó, izgalmas, pörgős játékot tudok csinálni, és aki nem tudom, eddig látott gameplayeket YouTube-on, ugye többnyire Xbox-on láthattad a gameplayt, mert ott előbb megjelent már a beta, és hát azt kell, hogy mondjak, hogy azért PC-n szokás szerint legalább kétszer olyan gyors a tempó, amint látjátok, azért itt elég jó körbe vettem magamat. Igen, a játéknak egy nagy hibája van, ez. Látjátok, a killcamot, ezt. A Smart Pistolnak hívják, automatikusan bemér, headshot, esélyed nincs, gyakorlatilag, remélem ezzel fognak majd kezdeni valamit a patch után, mondjuk hát ugye a beta javítások után, hogy leveszik az erejét, hosszabb, vagy lerövidítik a távot, amin be tud mérni, mert egyelőre azt kell mondjam, hogy nagyon overpowered részlege a fegyvereknek ez a kis Smart Pistol nevezetű valami, de amúgy a játék nagyon intenzív, nagyon-nagyon pörgős tud lenni. Bevallom őszintén, a titán harcokban annyira ügyes még nem vagyok, de azért sikerült kiszedni jó pár titánt. A későbbiekben fogtok még látni Titanfall gameplay, csak hogy az exkluzivitás meglegyen, akkor gyorsan is feltöltök egyet. Az utolsó napokra végre sikerült nekem is egy beta engedélyt kapni végre. Ugye onnan tudjuk, hogy pilótát lövünk le, szépen pirosra, narancssárgával, vagy ahogy jól esik, kiírja a nevét. Ők azok, amelyek több pontot adnak, de a botok és a pilóták összessége elég jó, elég pörgösre, elég izgalmasra teszi a játékot. Na igen, a gomb megtalálásokkal akadtak némi gondok, úgyhogy be is hívnám az első titánt. Titán harcokról annyit, hogy 2v1 szinte esélytelen, vagy sikerült már kiszednem egyedül két titánt, de az esetek 90%-ában, hogy úgy mondjam, gyakorlatilag ha két titán körbe vesz, vége a partinak, úgyhogy igyekezni kell nagyon ügyesen teljesíti. Hát igen, ezt hagyjuk. Ja, és hogyha a botok azért körbevesznek, azt kell mondjam, jártunk úgy az egyik pályán, a botok körbevesznek, akkor bizony nagyon-nagyon gyorsan véget tud érni a parti igazából, mert azonnal elkezdenek rád lőni. Nem is a rendes botok jönnek ilyenkor, hanem egy Spectre nevezetű, tehát ilyen őrszem a botok, akik kifejezetten ilyen titánok ellen vannak specializálódva. Itt még kilövöm magam, és hopp, kiszedtünk egy titánt a felrobbanó titánommal, de az egy másik észrevetés, hát na igen, amire észbe kaptam, addigra már kaptam is a golyót. Szóval, ja, a titánokkal szemben emberként viszonylag esélytelen vagy, úgyhogy nagyon trükkösen tetőről, falról, mindenhonnan lehet őket bemérni, vagy éppen egy ilyen gépágyú féleséggel leszedni. Ugye itt a másik veszély, amit látjátok, föl lehet mászni a titánra, kiszedni. Fogtok majd olyan gameplayt is látni, hogy fölmásztam az ellenfél titánjára, és elkezdtem lőni ugye ott a fején az agyi funkciókat, hogy úgy mondjam, és úgy szedtem ki végül a titán. Nagyon hangulatos, nagyon intenzív, izgalmas, tehát az az érzés, amikor átmászol a titánra. Ja igen, már volt olyan is, hogy átmásztam, ki akart szedni az én titánomból, átmásztam az ő titánjára, és kiszedtem végül. Elképesztő jelenet sorozatok, és maga ez az intenzivitás, ez a hihetetlen dolgokat kreálsz és csinálsz a játékban része, az nagyon
nagyon hangulatosá és adrenalindussá teszi a játékot. Természetesen árkádos, mint az állat, szóval kicsit ebből a szempontból mondani, hogy ilyen crisis beütése van, csak hál' Istennek nincs ruha, ami még megbonyolítja a dolgot, tehát az ugra-bugra és gyakorlatilag a helyzet gyors kihasználása és helyzet gyors felismerése jelentheti a játékos számára a kiutat vagy a győzelmet, de emiatt is egyrészt nehéz és könnyű mindazoknak, akik értenek és szeretik az árkád módot, de eddig nagyon sok hibával nem találkoztam. Egyszer sikerült beragadnom egy gerenda és tető közé egy házban, akkor kicsit az egér lekövetése az még ilyen lassúcska, hogy azt mondjam, szóval nem igazán akar jól működni, nagyon megúsztam ezt a titáharcot, szóval nem nagyon akar reagálni mindig, vagy lehet csak az énegeremet, nem szeretik, fogalmam sincs, de azzal tapasztaltam a bajokat, így a célzásra időként meggyűlt a bajom, de attól függetlenül nagyon jó játékokat sikerült csinálni, és azt kell mondjam, hogy igen, hogy emiatt a Titanfall még videón nézve is jól néz ki. Nem beszélve, ha csinálod, az intenzív akció olyan adrenalin pörgést ad, és sokszor azt tudod, hogy merre kapd a fejed, a fegyvered, hogy találj valakit. És amikor így körbevesznek az ellenfelek, akkor bizony igen megnehezítik a dolgot, főleg, hogyha legtöbbször botok vesznek körbe, de hogyha egy ember is van köztük, akkor nagyon adrenalindussá válik a helyzet. Ha csak botok vesznek körbe, ők nem jelentenek nagy veszélyt, illetve gyakorlatilag semmilyen veszélyt nem jelentenek, én úgy vettem észre, és gyakorlatilag akkor viszont alapvetően jól néz ki a helyzet, hogy ebből lesz egy 5 botot, meg a kis botok, tehát élvezett magát a játékot, úgyhogy elsőre ez a játék eddig jó. Szóval jól meg van csinálva, jól ki van találva, eddig nagyon nagy hibákat még nem találtam, és elég élvezetes tud lenni, elég jó móka tud lenni. Ugye minden meccs végén van, hogy ki kell evakuálni, ki kell lépni a pályán, vár rád egy hajó, ha azt megtalálod, akkor végül sikerül kimenekülni a pályáról, hogyha a csapatod vesztésre áll. Hát igen, vesztettünk. De azt kell mondjam, hát valljátok be, srácok, azért ez komoly volt, és jól nézett ki az egész játék, szóval ez már azért tényleg egy ilyen szórakoztatás következő foka. Lehet, hogy csak új meg minden, itt is kialakultak a különböző kodos szokások, hogy kempelünk a sarokban, hogy csipával valahol itt-ott kempelünk, ezek itt is megvannak, meglesznek, a összeállítása a dolgoknak egy kicsit olyan kodos, mondhatnám, hogy vannak perkféleségek, a fegyvereket ugyanúgy össze tudod állítani, rá tudsz rakni red dot sightot, stb. Úgyhogy megvan ez a része, végül is ugyanazok készítették, akik a Call of Duty-t, ugye. Úgyhogy ebből a szempontból a játék korrektül van összerakva, nem is nagyon kellett ezen a recepten ugye módosítani. A másik nagyon-nagyon-nagyon jó és érdekes dolog ebben a játékban, hogy ugye 2 perc kb. 2,5 perc, amíg megkapod az első titánodat, és akkor gyakorlatilag teljesen átalakul a játék. Szóval, hogyha nem hívod be elsőre a titánodat, és a földön maradsz, és az ellenfél és a csapattársai titánjai körülötted vannak, a játék stílusodat teljesen át kell alakítani. Elő a rakétavetőt, elő a titán ellenes gépfegyvert, hogy úgy mondjam, és már másképp kell mozognod, gondolkodnod a teljes pályán, és gyakorlatilag át kell váltanod ilyen titán üzemmódba gondolkodási gyerek, hogy kiszedd a titánokat, és akkor kell a legbátrabb tulajdonságodat előhoz, legbátrabb éledet, és föl a titánra, és zúzni föl a saját csapattársad titánjára, és úgy lőd az ellenfő titán. Tehát a legnagyobb örültséget, amit ki tudsz találni, elképesztő módon be tudsz vetni, azt érdemes olyankor ilyen megcsinálni, amikor az ellenfél titánjai pályán vannak, szóval át az agyad ilyen titán üzemmódba, és zúzni. És azt kell mondjam, ez effektíven, mint hogy távolról beméregetni rakétával. Azt is lehet, de azt inkább hagyjuk meg a botoknak, te ugorj a titánra és zúzdulj le. Eddig jó ez a játék, és úgy néz ki. Nálam megvevős mindenképpen. Úgyhogy, ja, jövőben valószínűleg fogtok látni még Titanfall-t. Holnap után még föltöltök egy kit beta érdekes játékot, mert Gunner T kollégával is játszottunk, és akkor egy ilyen live kommentárt is fogtok látni. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!